Az első elektromos csavarhúzót nagyjából egy évszázaddal ezelőtt fejlesztette ki a Black & Decker, amely gyár azóta elég sokat hanyatlott. De számunkra ez most nem lényeg. Fontos az, hogy ezt a csavarhúzót idővel akár más gyártók is továbbfejlesztették, megjelentek belőle akus verziók, majd egyre kisebbé váltak. És már eljutottunk oda, hogy ebben a dobozban bizony egy akus csavarozó van. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mire elég a Secure SQS126-os okos csavarhúzója. Ahogy az ezredforduló után mindennek a nevében szerepelnie kellett a 2000 szónak, legyen az serpenyő vagy valami elektromos készülék, így már a mindennek a nevében szerepelnie kell a smart, vagyis az okos kifejezésnek, egyébként nem vennék meg. Legyen az okostelefon, okosóra, vagy éppenséggel egy okos csavarhúzó. Majd idővel ezt is ki fogjuk nőni, de most nézzük meg, hogy mit rejt ez a doboz. A fedelet leemelve egy papír fogad bennünket, melyen azt írja, hogy csavarhúzó használati útmutató. Vagy legalábbis remélem. És az is. Szerencsére van angol nyelvű is, de nem túl hosszú. Van rajta nyomatékszabályzás, ki- és becsavarás, és körülbelül ennyi. Kapunk matricát. Ez kedves. És már itt is a szerszám. Ó, ennek van súlya. És mint tudjuk, a súly a megbízhatóság jele. Azt még nem tudom, hogy mire jó, de hogy megvett kilóra, az biztos. Van itt még egy töltőkábel. És ennyi. Várjunk csak, ez csörög. Ó, egy dobozka. Vajon mit rejthet? Egy másik dobozkát. Sejtem, mi lehet benne. Á, igen, egy bitkészlet. És csak kettőn látok rozsdát, ami egész jó arány. 24 mikrobitet kapunk, vagyis az 5.32 szolosat, azaz a 4 mm-eset, nem az általánosan megszokott negyed szolosat, ami 6.3 mm. Ebből az általános kereszthornyom és lapos mellett találunk itt csillag, imbusz, torx és egyéb különleges bitet is. Egy remek kis zsebbe csúsztatható mágneses tokban, ami egészen elfogadható. Kapunk egy nem okos csavarhúzót is, mert néha azért az is jó jön. Ez nem más, mint egy forgóvégű, könnyű fémdarab. De a célnak megfelel. De térjünk vissza a lényeghez, ehhez a szépen megmunkált fémdarabhoz, melynek anyaga 304-es rozsdamentes acél, amit felénk 18x10-esként ismernek, mivel 18% krómat és 10% nikkelt tartalmaz. A leggyakoribb inox acél, ebből készülnek például az edények vagy az evőeszközök. A gyártó és a típus gravírozó vannak, mely minőségi kinézetet kölcsönöz a csavarhúzónak. A felső végén egy USB-C csatlakozót találunk, elvégre 2021 van. Ezen keresztül tölthetjük vagy frissíthetjük az eszközt. Az oldalán pedig két gombot látunk, melyeket megnyomva az OLED kijelző jelzi, hogy az eszköz felé lett. Az alsó részen találjuk a bit befogót, mely mágneses, de minden bit szorul is benne, így nem kell félni attól, hogy kiesik. Emellett ledeket is építettek bele, hogy könnyebben célba találjunk, és ezek jó helyre is világítanak. A használata nem bonyolult. Megnyomjuk az egyik gombot, és ha csavarhúzót elfordítjuk, működésbe lép. Egyik irányban elfordítva becsavarja a csavart, amit a kijelzőn a csavar mozgása jelez is. Ha pedig a másik irányban fordítom el, kicsavarja a csavart, és az animáció is ennek megfelelő. A két gomb között annyi az eltérés, ha a felsőt nyomjuk meg, csavarozáskor világít a LED, ha az alsót, akkor pedig nem. Szerencsére azért ennél egy kicsit többet tud. Választhatunk nyomatékértéket. Ehhez háromszor megnyomjuk valamelyik gombot, és kiválasztjuk a kívánt módot. Az első az A. Ebben az esetben a fordulatszámot változtatja. Ebben a módban érzékeli az elfordítás mértékét, és ennek függvényében változik a sebessége, nagyjából 130 és 230 fordulat per perc közt. Természetesen mindkét irányban. A következő lehetőség a P. Itt az előzőhöz hasonló módon az elfordulás mértéke határozza meg a nyomatékot, de a fordulatszám állandó 230 percenként. A kijelző alsó részén pedig egy sáv jelzi a nyomatékot. Vagy valami olyasmi.
A többi lehetőség 1-től 4-ig, a nyomaték fokozat előre beállított 4 értéke. De én ezek között nem tapasztaltam különbséget. És nagyjából ennyit tud. Ami elég karcsú. De történetesen pont van egy javításra váró szintim, amit megpróbálhatok szétkapni vele. Megindítani nem tudja a csavart, azt kézzel kell, csak utána kihajtani. De lehet, hogy ez túl nagy neki. Nézzünk egy laptopot. Ezzel már jobban boldogul, de azért itt is meg kell indítani a csavarokat nagyjából egy negyed fordulattal, és csak utána hajtja ki. Visszafelé pedig szintén visszatekeri, de a végén egy picit azért rá kell húzni. Még szerencse, hogy használható kézi csavarhúzóként is. Hát ami azt illeti, eddig nem győzött meg. De lássuk egy verseny keretei közt, hogy vajon az okos vagy a puta csavarhúzó a gyorsabb. Először szétkapom a szintit. És bizony a kézi módszer egy hajszállal ugyan, de gyorsabbnak bizonyult.
lássuk a laptopot is. Így sem lett gyorsabb, de legalább fej-fej mellett végeztek. Hát nem vagyok boldog. Szeretném jó szívvel ajánlani ezt a szerszámot, mert hát milyen menő már. Csak kár, hogy szerintem kevés a haszna. De mielőtt véleményt alkotnék, szedjük szét ezt is, csak a rendkedvéért. Alul és felül egy kupakot lehet lecsavarni, és innét lehet kihúzni a belét. De a két kis pöcökkel vigyázni kell, mert ha elveszik, az nem kellemes. Majd a műanyag rész leszerelése után szét lehet választani a vezérlő részt a motortól. És így marad egy acélcsövünk. A panelen túl sok mindent nem látunk, egy STM32 a fő eleme, de ez a kijelző alatt kapott helyet. A másik oldalán egy 320 mAh-s akut találunk, melyel a gyártó állítása szerint 60 percig csavarozhatunk. Ami igaz is. De térjünk át inkább a mechanikus részre. A motor nem túl nagy, így vélhetőleg az áttételben van valami turpisság. Lekapom a világítást. De az ilyeneket mindig kellő óvatossággal kell szétszedni, mert a szétpotyog, utána van mit mozaikozni. Valószínűleg ebben a fekete hengerben lesz az áttétel, de vajon hogy valósították meg? A motor tengelye igen pici, gyanítom elég nagy fordulatú lehet. Még az áttétel egy belső fogazású hengeres hajtómű. Ami nem nagy szenzáció, mert a csavarbehajtókban többnyire ilyet találunk, de ilyen kicsiben eddig még nem láttam. Áttérek inkább a mikroszkópos nézetre. Három sorban helyezkednek el a fogaskerekek, melyből az utolsó, ami a motorhoz csatlakozik, műanyagból készült. Az első rész a bit tartóval az egyirányosítást végzi. Nem túl bonyolult, de annál hasznosabb dolog. Ez felel azért, hogy ha a motor forog, ezt a forgást továbbítsa, de ha kézzel csavarozunk, akkor ne forduljon el a nyíl. Ezt követően az előző lépéseket visszafelé megismételve, ismét egy szerszámmal formálom a sok apró alkatrészt, és jöhet a véleményezés. Árat nem mondok, de nagy levegő mielőtt megnézitek, mert szerintem picit azért túlárazták. De lássuk, mi a jó benne. Iszonyatosan menő, rozsdamentes acél, mozgásérzékelő, OLED kijelző, meg minden, ami kell. És ki lehet vele csavarni a csavart? Simán. Mondjuk egy kis kézi erő kell hozzá, de ki lehet. És be lehet vele csavarni a csavart? Na ne! Méghozzá 0,27 Nm-es nyomatékkal. Hogy éreztessem ennek a mértékét, egy SSD beépítésekor a rögzítő csavarokat 0,47 Nm-es nyomatékkal ajánlott meghúzni. De se baj, mert ez csak az elektromos megoldás, kézzel húzhatunk egészen 3,5 Nm-ig. Egészen halkan hozzátenném, hogy ezt egy 300 forintos csavarhúzó is tudja. De legalább az egy órás üzemidő az valós. A használatát illetően elég kényelmetlen. Ugyebár csak akkor csavaroz, ha nyomjuk a gombot. Nem értem, hogy ez miért jó. Hozzátartozik az is, ha kézi erővel indítjuk meg a csavart, akkor a gomb biztosan mindig az ellentétes oldalon lesz, és nem ott, ahol meg tudjuk nyomni. Ha pedig esetleg kézi csavarhúzóként szeretnénk használni, a csillogó rozsdamentes felület prímán csúszik a kezünkben. Így azt kell mondanom, hogy ez a csavarhúzó nagyon menő.
És pont, mert ez az összes pozitív, amit el tudok mondani róla. Egy-két csavart ki és be lehet vele csavarozgatni, de nagyjából ennyi. Valahol a tervezés és a megvalósítás között valami nagyon félrecsúszhatott, mert ezt nem használatra tervezték. Az elképzelés remek, de a megvalósításban, hát mind hardveresen, mind pedig szoftveresen kéne még gyúrniuk rajta. Hardveresen ezen a konkrét terméken már nem fognak, de szoftveresen lehet, hogy lesz rá lehetőség, mivel elméletileg érkezhet hozzá valamilyen módon frissítés, mivel az USB csatlakozóján nem csak tölteni lehet az eszközt, de frissíteni is. Próbáltam utána nézni egy újabb firmware-nek, de sem újabbat nem találtam, sőt még az sincs fent a gyártó oldalán, sem sehol, amelyik alapból rajta van ezen a kis csavarhúzón, szóval én ebben nem nagyon reménykedem. Köszönöm, hogy ezúttal is itt voltatok. Ha kíváncsiak vagytok erre a csavarhúzóra, akkor teszek egy linket a leírásba. Ha még nem tettétek meg, és úgy tartja kedvetek, akkor bökjetek rá a feliratkozás gombra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!